A Kapospulai Művelődési Házban találkoztak idén utoljára a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás tagjai. Az ülést már Récsei Gábor Szakcs polgármestere vezette le, miután az addigi elnököt Pintér Szilárdot az októberi önkormányzati választáson Dombóvár polgármesterévé választották, így már nem tagja a társulásnak. Az új elnök úgy látja, eredményes éven vannak túl. Azt gondolom, hogy akár pályázati témákban a társulást alkotó 14-15 önkormányzat sikeres évet zárhat, és büszke lehet az eredményeire. Bízom abban, hogy a jövő év legalább ilyen sikeresen teljesedik a társulásban. A társulás előtt álló legnagyobb feladat jövőre, hogy lebonyolítsák Dombóvár újbóli csatlakozását a társuláshoz. Ez jogszabályi korlátok miatt legkorábban jövő év közepén történhet meg. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere, bár szavazati jog nélkül, addig is részt vesz a társulás munkájában. Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője az ülésen azt mondta, továbbra is azon lesznek, hogy minél több forrás érkezzen a településekre. Remélem azt, hogy a következő években is számos közös sikert tudunk majd felmutatni. Magyar Falu program gőzerővel zajlik. Tudom, hogy még mindenhova nem jutottak nyertes pályázatok, de a következő években azon leszünk, hogy ezek a források arányosan tudjanak eloszlani, illetve minden településen azok a célok valósuljanak meg, amelyek a legfontosabbak. Az októberi voksoláson a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás 6 tagtelepülésén választottak új polgármestert az ott lakók, ők röviden bemutatkoztak az ülésen.